Hello mindenki, Laci vagyok, ez pedig itt a Cuphead DLC-nek, a Delicious Last Curse-nek az első része. Ugyanis, ugye kijött egy DLC, 105%-on vagyunk, DLC 0. Nagyon jó. Választhatunk, hogy Cupheaddel vagy Megmennel szeretnénk lenni, igazából szerintem semmit sem változtat a dolgon, legyünk most Megmennel. Bár aztán ki tudja, lehet, hogy legközelebb tudunk-e választani. Mindegy. Itt vagyunk. Voltam olyan hülye, beléptem. Ugye, hogy megnézzem, működik-e a játék. És akkor volt egy ilyen kis bejátszás, hogy itt a map sarkába valahol. Itt igen, ennél a kaszás fazonnál van a DLC-nek az első része. Viszont nekem most rohadt gyorsan meg kell néznem, hogy hogyan is működik ez a játék, mert elfelejtettem az irányítást. Jó, elvileg átállítottam mindent is, most már az ASDV-vel mozgok, eddig ugye a nyilakkal kellett, valamint elég furcsa kitekeredett mozgást eredményezett volna, hogy én most azt nyomkodjam, amit a játék kér, lövés és egyéb dolgok miatt. Igen, Chase-ikének kell segítség egy távoli szigeten. Menjünk. Itt van Cuphead és Megmen. Eléggé ördög ilyen néz ki az óra bajszú emberke. The Delicious Last Curse. A napközben szemmel kíséri, hogy a nevickélünk át a folyón. Hogy néz ki a legendás Chase-ike? Nem tudja, hogy néz ki, de remél jól van. Messze vagyunk otthonról, az biztos. Mi ez? Oké, megcsinálták. Jó hírei vannak. Kapnak sütit. Nézzék meg maguknak, hogy mit csinál az a sütemény. Csak is keksz igazából. Aha. Kiszabadult. Most viszont mag mellett a szellem. Oké. Kövessük, és mindent elmagyaráz. Aha. Már évek óta próbál kiutat keresni az asztrál bolygóról, akármiről, de semmi sem működött. Egészen mostanáig. Beszeretném mutatni nekik. Saltbaker. Séfet. A legjobb séf a földeken. Üdvözöl minket a pékségében. És hát működött a sütemény, amit ő csinált. Ojaj. Valami mégse lesz jó. Visszacserélődtek. Na, megint szellem lett. Aha. Túl rövid a hatóideje. Új receptet talált ki. Wondertart. Érdekes. Aha. Egyet kell ebből, egy harapás ebből, és akkor átveszi az irányítást. Szóval a kérdés az, hogy ugye, ha megcsinálják ezt a Wondertartot, akkor a Chase-ike vissza... Chase-ike? Hát... Chalice, nem tudom, igazából Chase-ikének tűnik, mindegy. Semmiféle helycsere meg, semmi. Aha, megint ugye ilyen különleges ellenfelektől kell beszereznünk a hozzávalókat.
Szóval, ha az a Wonder tart, az visszahozza a Chase-ikét a életbe, akkor megtalálják azokat a hozzávalókat. Jó. Aha, ez egy teszt lesz eléggé. Aha, a titkos hozzávaló a szív és a lélek. Aha. Elrakta a receptet, de most meg nem találja meg a sót. Még valami. Nifty Cookie Charm. Aha, szóval ha a Chase-ike alakjába szeretnénk harcolni, akkor azt a sütit be kell raknunk. Hoppá. Nem. Aha, itt van. Astral Cookie, logged. Double jump, dash and parry, and invincible roll. Contract list. 2, 4, 5. 5 van belőlük. Ez lesz az első. Aha, be kell raknunk mindenképp. Jó, lássuk. Hú, már róla félek. Shift. Oké. Aha. Elrontottam. Ez hogyan? Shift. Ez az exit, oké. Okay. Nem. Yes. Elcsesztem. Pedig az egyszerűnek tűnik, hogy hopp. Oké, összeszedtem elvileg. Jó, meg vagyok. Azt az egy coint kellett összeszedni. Jó. Vele tudok beszélni, vagy valami? Oké, legjobb. Shave, igen. Ja, mi vagyunk, aki megküzdött az ördöggel. Ó, gold coin. 3 darab, most már van 4. Zsír. Oké, okay, hol kezdjük, merre kezdjük, nem tudom pontosan. Erre gondolom vissza tudok menni. Ami nem a legjobb, vagyis nem szeretnék most még visszamenni. Jó, akkor haladjunk, menjünk le ide. Mert itt mintha láttam. Itt tudunk menni föl, illetve le. Oké, okay, először próbáljuk meg ezt. Legyen regulár. Mert a simple az nem mindig egyszerűbb. Botlegger bugi. Ah, hajrá. Good day for a swell battle. Now
Hoppá. Nem vagyok ezekkel jóba, úgy érzem. Meghaltam. Zsír. Ha, nagyon lesz, nagyon nehéz lesz visszaszokni. Megint meghaltam, hát azt nem hiszem el. De most már közelebb kerültem. Zsír. Haladok. Vissza kell szoknom nagyon. Shit. Aj. Most még addig se jutottam el, zsír. Hú, ez nehéz lesz. Sokáig fog tartani ez a kis DLC is. Pláne így, hogy már megdőlök az elején. Nem lesz jó. Túlságosan sok a gomb. Shit. Nem jó. Egyszerűen nem jó. Jó, szétpukkangatom ezeket. Hopp. Itt azt páriznem kellett volna. Hosszú lesz. Jó, úgy gondolom, hogy én eddig jutottam egészen idáig, szóval lehet, hogy egy másikkal kéne kezdenünk, vagy lehet, hogy a simple beállítással. Megpróbálkozunk akkor a simple-lel. Hát, ha ott egyszerűbb lesz a dolog, mert már nem tud, még körülbelül fél órája próbálkozok vele. És azóta se sikerült, pedig aztán már át is állítottam mindent. Itt is. Jó, ez Perry akart lenni, csak hát nem jött össze. Ugye ez egy ilyen maffia pók, vagy nem tudom mi. Csodás. Jó, mindegy. Itt most csak két stage van. De még a második stage-ig se jutok el. Szóval ez gáz. Na, amúgy valamikor nem veszi az ugrást most, vagy az én billentyűzetem a szar, vagy a játék lett egy picit gyengusabb. Mondjuk új billentyűzetem van, nem azért. Jó. Na. Most jól megsoroztam igazából. Hoppá.
Párizni én nem fogok, az biztos. Jó, hogy ezek maguktól felrobbannak, jó? Csak ha én a közelükbe megyek, akkor is. Na vajon már stage 2-ig jutottunk? Nagyon nem úgy nézem. Shit. Jó. Éppen. Jó. Még egy utolsó próbát adunk ennek a pályának. Aztán pedig átmegyünk arra a létrásra. Mert ez nekem így nagyon nem... Nagyon erős kezdésnek érzem. Tudom, hogy nem ezzel a fegyverrel kéne mennem, de ez a legerősebb. Igaz, hogy rövid hatótávú, de ez a legerősebb. Itt jól megsorozzuk. Shit, sose tudom, hol áll meg a telefonnal. Ó, meg az a hülye gázlövedék is. Jó. Remélem ez meg... Nem, jó. Nézzük a másikat, lehet, hogy ez könnyebbnek tűnik. Simple. Először nézzük simple-ön. Tudom, nagyon gáz, hogy szimpüllel játszunk, amúgy térképezzük csak fel inkább először az egészet. Itt egy shop. Be tudunk menni a shopba. Pork Kingdom. Welcome. Imádom. Crackshot. Péteret. Aha. Heartring. Aha. Kapok, ha sikerül páríznem, akkor kapok egy... szívet. Converage, Electrobolt. Ó! Jó, Broken Relic. Ez valami. Twist Up. Átlagos, jó. Goodbye, imádom. Hiányzott. Ti kik vagytok? Oké. Ez is egy pálya, ahogy nézem. Fújjaj. Akkor lehet, hogy ezzel kéne kezdenünk. Nem szimplán, hanem akkor reguláron kezdünk. Megnézzük, hogy hogy megy. Aha, itt nem kéne leesnem. Ez borzalom. Próbáljuk meg ezzel. Yippee. Lelőttem egy manót, vagy mit? Ah, ez egész jól ment. Van másik, ami úgy jó, nem? Good damage. Average damage. Good image. Csak lassú. Uh-huh. Ez lesz a jó. Maradunk ennél. Uh-huh.
Ez nem tudom mi volt. Shit. Oké, pedig már a második stage-re jutottunk, nagyon jó. Próbálkozunk. Ez jó lesz, kezdek visszarázódni, úgy érzem. Shit. Oh, franc. Off. Mindig elfelejtem, hogy ott vannak alattam azok a rohadt törpék. Shit. Oké, második stage. Jó. Azt hiszem jó. Shit. Jó vagyok. Egész jó vagyok. Shit. Franc. Pedig ha nem arra megyek, akkor még jó is vagyok. Francba. Amondó vagyok, hogy ezt is megpróbáljuk most szimplön. Hátha, remélhetőleg. Valami... nehezítést kivesznek. Eddig kevés esélyt látok rá. Jó. Vadlibák ugyanúgy. Kevesebb a felhő, az biztos. Oké, idáig eljutottam. Az addig stim. Három életem van csodálhatálos módon. Ez viszont már a nehezebbik kategória, ahol itt ugrálnak a törpök össze-vissza. És nem tudom őket lelőni. Sőt, alólam jönnek ki. Szóval szintén nehéznek mondható. És valamikor nem is látszik maga a pup, amiből kijönnek. Na, erről beszéltem. Ez nem tudom mi. Ennyi volt. Nem tartott túl sokáig. Remélem a fejemre cseszi. Nem? Jó. Meghaltam. Tessék, ennyi. A vége előtt 2 centivel se. Jó, akkor ezt még egyszer megpróbáljuk. Ezt utálom, amikor olyan sziklán vagyok, ami nem megy föl, de mégis. Oh shit. Ez meg a kedvencem, hogy eltűnik alólam. Ennek elvileg meg kell tenni a hatását, hogy igen, tovább jutunk. Jó, óvatosan, haladj. Hoppá. Ez most nem tudom, mire lesz-e jó valamire.
Mozogj, mozogj, ne maradj egy helybe. Gyerünk, mandráz, ez az, jó lesz, nem jó. Oké, majdnem fejbe csúszott a labdában. Mindig valahol középen pattan a labda. Knockout, yes! Ha, szimplán meg vagyunk. Ho, halleluja. Hogy még egyszer megpróbáljam én. Grade, HP bónusz az... Perry az fix, hogy nem lesz meg. Egy csillagot kaptam, C minusz. Nehéz lesz ez, úgy érzem. Kapok érte valamit? Csak úgy egy kis koinkát. Ha, megkaptam a létrát, zsír. Only. Köszi! Ezzel most nem értem el semmit, mert konkrétan ezért nem is kapom meg a recept hozzávalót. Mindenképp reguláron kell végigvinnünk. Jaj, Istenem, ez nehéz lesz, és hosszú, és fájdalmas. Jó, találtam egyet. Tudtam, hogy vannak valahol. Mert ugye az előző mapon is voltak. Viszont akkor vásároljunk. Hát, ha azzal jutunk valamerre. Crackshot. Good damage. Ezt megvesszük. Jó, és most már csak egy maradt. Jó. Average damage, good damage. Átlagos. Jó, meg egy itó. Egy regulárt megpróbálok. Hát ha. Meg hogy milyen ez a... Hoppá. A franc. Jó, már nem leszünk jobban, ezt előre látom. Hát ez picit ciki volt. De nem rossz a fegyver, úgy nézem, mert eléggé sokat haladtunk. Csak én voltam béna, mert nem tudtam ugrálni. Meg amikor ugrálok, akkor se kéne. Yeah, Perry. Nem Perry. Jó. Shit, ott jön alattam. Ezt bevetem hátha. Pont rosszkor indultam el. Pont a legrosszabb. De egész jól haladtam. Jó, ez egy jó taktika lesz. Viszont úgy érzem, hogy erre a részre ennyi izgalom elég volt. Következő részben ezzel a Yetis pályával fogunk tovább menni. És hát megcsináljuk reguláron. Most már ugye rájöttünk valamennyire a taktikára, hogy melyik fegyvert kell alkalmazni. Végül is ez a fegyver nem olyan rossz. Ugye a másodikhoz inkább ez a közeli kellene, az gyors, meg azért hatásos is, meg ahogy láttuk, eléggé. Ez mi ez? Aha. Ez tűnik a legjobbnak, jó.
Jó, rendben. Viszont akkor a következő részben megpróbáljuk ezt. A pókosat még következőnek megpróbáljuk a pókosat, bár mondjuk nem tudom merre haladjunk pontosan. Az agyvérzés garantált ebben a sorozatban, úgy érzem. Ha jól tudom... Hol volt, amit előzőleg megnéztem? 5. Á, itt van liszt. Jó. King Dice B pluszot kaptam. Uh-huh. Word 3. Word 1-ben A-t kaptam. Egész jó. Bombombárónő. BB minusz. Akkor még jó voltam, basszus. Még ezen kívül van 3. Ott van a jeges, van az a létra, meg még kell lennie akkor még egynek. Nem túl sok igazából, csak mire megöljük, az lesz a sok. Szóval, ja, tartsatok velem a következő részekbe, és meglátjuk, hogy sikerül-e. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót. Sziasztok!